Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az ország egyik legrégebbi irodalmi közössége, a Vörös Marti Társaság, a társaság felhatalmazott hirdetője egy olyan szolgálatnak, amelyiknek egyik célkitűzése az, hogy a szózat költője életművét minél többen is megismertessük az olvasókkal, és a nemzet egyik nagymúltú irodalmi társasága az elmúlt héten tisztújító közgyűlést tartott, vendégem pedig Bobori Zoltán, a régi új elnök, tisztelettel köszöntelek. Hát ugye mindennek rendelt ideje van, tehát fontos volt ez, és ugye nem csak egy közgyűlés, hanem sokkal több annál, hiszen itt ez voltak éppen egy számvetés tulajdonképpen. Igen, hát most is, mint az elmúlt időszakban sokszor elcsodálkoztam azon, hogy te jó Isten, hát megint eltelt 5 esztendő. Társág életében 5 év az, azt hiszem, hogy meglehetősen hosszú időszak. Nagyon nehéz előre tervezni 5 esztendő tevékenységét. Annál talán könnyebb visszaemlékezni és értékelni. Nyilván nem az nekem elsősorban a feladatom a munkánkat értékelni, hanem egyrészt az irodalom kedvelőknek, azoknak, akik eljárnak a mi rendezvényeinkre, és hát akik nyomon kísérik a Vörös Marti Társaság munkáját. A lelkiismeretünk, azt hiszem valamennyi tagtársam, elsősorban a Vörös Marti Társaság vezetőinek nevében mondhatom, hogy a lelkiismeretünk az tiszta, hiszen mindenki a társaság tagjai közül és a kollektíva is szívvel, lélekkel és mély meggyőződéssel és hittel végzi azt a feladatot, ami a magyar irodalom népszerűsítése és a magyar kultúra erősítése. A nemzeti önbecsülésünk, és itt akár a helyi közösségre is gondolok, sőt talán elsősorban arra, az önbecsülésünk erősítése. Ez kivételesen fontos, azt hiszem. Ugye kevesen tudják, egy kicsit menjünk vissza az időben, hogy már a 19. század második felében élt. Nyilván erre most nem tekintünk vissza, viszont az fontos, hogy 88. novemberében, tehát a rendszerváltoztatás előtt alakult újjá, és a fő tevékenységi területe, ahogy most is, akkor is a régió irodalmi életének szervezése volt, emellett tudományos tanácskozások, könyvbemutatók, irodalmi estek. Ez nem változott. Ugyanakkor folyamatosan fejlődött. Én azt gondolom, hogy ma már legalábbis a szerzők tekintetében élen jár. Ezt számtalanszor beszéltünk erről, hogy országszerte ismert a kiadott könyvek népszerűsége folyton nő, tehát nőttön nő. Emellett pedig most már számtalan generáció vesz részt ebben a munkában, hála Istennek teszem hozzá. Ennek példája a Versek országútján a Carmina Alba Régie, erről majd külön esik szó. Az irányításod alatt melyek voltak azok az újdonságok, és melyek voltak azok a rendezvények, azok a régi talpontok, amelyeket megtartottatok? Hát talán a legfontosabb, hogy az irányításom óta van a vár, tehát hogy az irányításom óta a vár irodalmi folyóiratnak a kiadója a Vörös Marti Társaság. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb tevékenységünk, ami nagyban hozzájárult valóban az országos elismertséghez. Hát talán... Büszkélkedjünk egy kicsit. Talán nem tűnik ez öndicséretnek, de lépten nyomon találkozunk. Én azt hiszem, hogy te is tanulja vagy ennek, hogy lépten nyomon találkozunk a várat dicsérő véleményekkel. Nem véletlen, hogy az ország minden tájáról jelentős irodalmi folyóiratok munkatársai, legjelentősebb kortárs költők, írók és a határon túliak is nagyon szívesen írnak és ellátnak minket. Azt hiszem, hogy tényleg büszkék lehetünk a folyóiratra. Nem könnyű, ugyanis egy folyóirat szerkesztésébe beletartozik az elutasítás is. És ha az ember igyekszik megfelelő színvonalon tartani egy folyóiratot, vagy bármelyik sajtóorgánumot, akkor nyilván, hogy időnként ellent kell mondani, nemet kell mondani.
És hát ez, én is érzem nap mint nap, hogy ez sokszor hát bizony nem szimpatikus mások számára, azok számára, akiket az ember kénytelen elutasítani, vagy én, vagy a szerkesztőtársaim. De szeretném hangsúlyozni, hogy nekünk a legfontosabb feladatunk és célunk az, hogy ez egy rangos, színvonalas irodalmi folyóirat legyen és maradjon. Igen, mert hogyha megnézzük a szerzőket, és most bármelyik várat nézzük, akkor egyre inkább feltűnő, hogy egyre rangosabb a szerző. A fehérváriak megmaradtak, illetve a fehérmegyeiek, hiszen ez az alap, ez fontos. Igen. És emellett pedig a határon túli barátaink is remek írásokkal jelentkeznek. Én azt hiszem, hogy rang ma már a várba írni. Hát én is így érzem. És nem csak én érzem így, hanem azok is, akik megtisztelnek minket, és megjelenik az írásuk. Még egyszer, tehát, hogy ne tűnjön ez ilyen öndicséretnek, folyamatosan kapjuk, most a napokban is kaptam olyan véleményt írótársunktól, ami hát arról szól, hogy valóban ebben a folyóiratban megjelenni rang és öröm, és mindig megköszönik a megjelenést. Annak ellenére, hogy meglehetősen szerény a költségvetésünk, és nem minden esetben tudunk például tiszteletdíjat fizetni a szerzőknek. Igen, hát a pénz nem ír, azt mondják, de hát ennek ellenére nyilvánvaló, hogy itt azért előre kell majd lépni. Nézzük meg azokat az különböző programokat, amelyek állandóak. Az egyik, és talán azt nem mondom, hogy a legfontosabb, de az egyik legfontosabb mindenképpen a határon túli irodalom napjai. Ez egy olyan kezdeményezés, ami sokkal messzebb vezet. Tehát ez tulajdonképpen egy misszió, ami egyrészt teljesült a vágyunk, mármint az olvasók vágya, hogy közelebb hozzuk a határon túli irodalmat ide Székesfehérvárhoz, hiszen a tradícióink is megkövetelik, ha már egyszer azt mondjuk, hogy mi vagyunk a koronázó város, a királyi város, akkor igenis ez a kötelességünk. És úgy tűnik számomra, hogy ez nagyon bejött. Hát Lajos, én nekem ez szívügyem, a határon túli magyar irodalom napjai, mert hát azt azért tudjuk, hogy azt megelőzően nagyon kevés szó esett a külhoni magyar szerzőkről, költőkről, egyáltalán a külhoni irodalomról, és nagyon hálásak voltak, és a mai napig nagyon hálásak nekünk, hogy mi évente egyszer megrendezzük ezt a határon túli magyar irodalom napjait, de a költőtársaink, határon túl élő költőtársaink évente többször megjelennek itt nálunk, és hát ennek van egy számunkra rendkívüli fontos hozadéka az, hogy mi is elmegyünk a magyar lakta területekre, rangos irodalmi rendezvényeket szerveznek nekünk, és megismernek minket itt Kárpát-medencében. Hát azt hiszem, hogy ez egy költő-író számára rendkívül fontos. Most föl tudnék sorolni sok-sok neve, de egyet-kettőt említsünk meg, igen. Csak azért, mert... Hát föltétlen meg kell említeni Dunaszerdahely rendezvényeit, a korondi rendezvényeket, hát az, hogy a Sóvidéken olyan népszerű a Vörösmarty Társaság és a Vár, amire nagyon-nagyon büszkék lehetünk, hiszen a Sóvidéki Hazanéző folyóiratban rendszeresen jelenik. Igen, Ambrus Lajos barátunknak köszönhető. Az írásaink. Kárpátalja különösen fontos, azt hiszem, hogy nem csak a mi számunkra, hanem minden honfitársunk számára az kell, hogy legyen, ismerve az ottani állapotokat, a kárpátaljai magyarság helyzetét, kárpátaljai magyar irodalom helyzetét és költők, írók fantasztikus harcát a magyar irodalomért és a nyelvért és a megmaradásukért. Ez egy fantasztikus harc, és én most kint voltam, 4 előadást szerveztek nekem a Kárpátalján, és hát a csodálatos élmények mellett nagyon nehéz volt látni azt a tragikus helyzetet, ami van. Elsősorban itt a magyar nyelv ügyéért és a magyar irodalom ügyéért
Egyszer azt kérdezte tőlem egy közvéleménykutató, hogy mi a bátorság, hogy határozzam én meg, hogy mi a bátorság, és én többek között azt mondtam, hogy a határon túlra szorult magyar írók helytállása a nyelvünkért, a nemzetért, az bátorság. Így van, és ráadásul olyan fajsúlyos költők és írók tartoznak ehhez a vonulathoz, akik ezt a munkát segítik a hétköznapokon, hogy azt hiszem, hogy minden elismerést és főhajtást megérdemelnek. Hát igen. Na most azt azért nyilván lehet érzékelni itt a városban, hogy nagyon sok rendezvényt szervezünk, és az ország minden tájáról jönnek hozzánk író-költő barátaink, irodalomtörténészek, a Bakony István szervezte konferenciákat kell föltétlen megemlíteni. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem csak a Vörösmarty Társaság helységében, a Kossuth utcában vannak rendezvényeink, hanem tényleg igyekszünk az egyéb városrészekbe is. Igen, elvinni. Hát ott van az Öreghegyi Disputa, a Királykúti esték, igen. Elszórtan a Szabadművelődés házában, azt hiszem, hogy ez így van rendben. Igen, és ki ne felejtsük a Fölsővárosi és a felső közösségi házat. De másútt is, tehát ugyanúgy gyakran megfordulunk a Gárdonyi Géza művelődési házba, és hát nagyon fontosak számunkra a vidéki fellépéseink, szerepléseink, hiszen mindegyik azt szolgálja, hogy a város irodalmának a hírét. Igen, hát elvigyük. A vár mellett lám-lám itt van a gondolat. Hát igen. A velencei önkormányzat, illetve a gárdonyiak segítségével, ez is egy fontos lépcső. Viszont én azt mondom, ugye erről ugye tudnak a nézőink is, hogy most ez egy új rendezvénysorozat, a Fehérvári Ünnepi Könyvnapok, de emellett a régieket emeljük ki, hiszen a Magyar Próza Napja, a Magyar Költészet Napja kiemelt, és a Könyvhét értelemszerűen kiemelt események. És én azt figyeltem meg, hogy egyre több nívós kiadvány fűződik a Vörösmarty Társaság nevéhez, ami azt jelenti, hogy a könyvkiadással is kiemelten tud foglalkozni a társaság. Hát nézd, nekünk a legfontosabb az, hogy lehetőséget teremtsünk a saját tagjainknak. Saját tagjaink könyvkiadásában tegyünk meg mindent, és nekem elnökként is ez a legfontosabb. De vannak, úgy érzem, hogy egészen kiemelkedő könyveink, és olyan könyvek, amik joggal népszerűek most már az országban. Hadd tegyem hozzá, hogy a Budapesten is kaphatók már a kiadványaink a Magyar Írók boltjában, ami szintén egy lépés afelé, hogy az országban mindenütt, ahol csak lehet, népszerűek legyenek a könyveink és a könyvek szerzői, de ez nem elég. Tehát sokkal alaposabb szervező munkára lenne szükség ahhoz, hogy az országos terjesztés maradéktalan megvalósuljon. Ehhez remélem, hogy megfelelő támogatást kapok az új elnökségtől, és azt is remélem, hogy ennek az anyagi feltételei is biztosítottak lesznek. De azért két-három könyvet hadd emeljek ki, amit te is említettél, ez a Carmina Albi régi, ez egy nagyon nagy büszkeségre okot adó kiadvány, de nagyon szép könyv a Péma Klári Évának a Sárkányok Tánca Közt című könyv, ami már nem tudom, azt mondom, hogy harmadszor kell pótolni a Magyar Írók boltjába. De hát folytathatnám. Igen, hát Sajtos Lajos, Kális Sajtos József, Szegedi Kovács Gyuri, Prax Levente, tehát a fiatalok hát is megjelentek természetesen. Bakonyi Pistának számtalan olyan kötete, ami egy kicsit elvezet bennünket egy-egy irodalmi sors megismeréséhez. Nered Gyurinak a könyve, ami tele van fehérvári vonatkozású novellákkal, írásokkal, és aki fehérvári, az nagy-nagy örömmel tud visszarévedni arra a korra, amit Nered Gyuri megír a könyvében. Tehát a számtalanszor bizonyítottak mellett azért jönnek fel a fiatalok is. Hát nekünk nagyon, nagyon fontos feladatunk a fiatalok helyzetbe hozása,
És én nagyon örülök annak, hogy említetted Prax Leventét, aki nagyon-nagyon-nagyon szép jövő előtt álló írónk, vagy Kürti Réka, nagyon tehetséges prózaíró, Hadi Nikolett, és hát én nagyon bízom benne, hogy... És ugye ott van a középkorosztály, bocsáss meg, Helyker Tamásék, Gál Csaba. Azt hiszem, hogy rájuk is számíthatunk mindig. Hát igen, és hogyha már őket is említetted, én mindig is vallom azt, hogy most egy nagyszerű költőíró, Irodalmár Gárda él Székesfehérváron. Mindig csak azért kell izgulnunk, meg azért kell a Jóistenhez imádkoznunk, hogy az egység és az összetartás megmaradjon, mert azért azt látjuk az ország irodalmi életében, hogy talán ezt a legnehezebb megtartani. Egy kicsit a Kossuth utcába még látogassunk el, hiszen ott van az Áron Nagy Lajos művészetbarátkör, ez párhuzamosan zajlik, és ugyebár erről majd szó esik, hisz, hogy Lakner Józsefék szerves része a Vörös Marti Társaságnak. Egyre több olyan nívós kiállítást látok, amit megmelegszik a szívem, ha úgy tetszik, mert olyan különleges képzőművészeti alkotások kerülnek. A rendet, szobrászat számtalan volt, ugye most Zsebők Lajosé, aztán, és emellett Sáringer Éváé például, aminek ott a helye, én azt mondom. Igen, nagyon szép kiállításokat említettél. Hát én mindig is elmondom most a tisztújtó közgyűlésen, az évértékelőben is elmondtam, hogy az Áron Nagy Lajos művészetbarát kör Lakner Jóska vezetésével nekünk tulajdonképpen példaadó közösség, akik tudják, föl tudják mutatni azt, hogy lehet egy közösséget úgy megszervezni, és úgy éltetni, és irányítani, hogy ott minimális ellentétek, vagy barátságtalan dolgok legyenek, és ennek a közösségnek az építése, a tagoknak az épülése számukra a legfontosabb. Azon természetesen szakmai szempontból lehet vitatkozni, hogy minden rendezvényük, vagy minden kiállításuk mindenki számára elfogadható, vagy értékelhető, jól értékelhető, de azt hiszem, hogy egy ilyen közösségnél, és Lakner József vállalja is ennek a kockázatát, és nagyon dicséretre méltó. Nyilván, hogy ezért egy ilyen baráti közösség az Áron Nagy Lajos művészetbarát kör, abban föltétlen egyet értek veled, hogy egy-két kiváló kiállításuk volt az elmúlt években, és lesz is. És lesz is. Nos, megérkeztünk a tisztújításhoz, tehát megvolt a közgyűlés, beszámolók hangzottak el általában, és változott az elnökség, változtak az alelnökök személye. Ugye téged megerősítettek pozíciódban, viszont nézzük az alelnököket, hiszen itt azért változás történt, illetve az elnökség tekintetében is. Igen, az eddigi 17 tagú elnökség sokszor kezelhetetlennek tűnt, tehát többen is ajánlották nekem és az elnökségnek, hogy változtassunk ezen, praktikusabb egy szűkített létszámú elnökséggel dolgozni, így is van, de ez csak abban az esetben válik be és realizálódik, hogyha tényleg az elnökség mindegyik tagja vállalva azt, amit rájuk bíztunk, vagy vállaltak, azt szívvel, lélekkel végzik annyit, legalább, de több nem is kell. Igen, akkor nézzük a neveket. Tehát négy alelnöke van, négy alelnöke lett a társaságnak. Igen, egy dolgot szeretnék még rögtön ezt megelőzően elmondani, hogy nekem nagyon nagy öröm, hogy dr. Arató Antalt tiszteletbeli örökös elnöknek választotta meg a közgyűlés. Ez már természetesen a tisztítő közgyűlés után történt, de hát én szeretném ezt előre kiemelni, hogy Arató Antal megérdemli ezt a nagy elismerést.
Általános alelnöknek választotta a közgyűlés dr. Lukács Józsefet, a irodalmi alelnöknek Péma Klári Évát, a képzőművészetért felelős alelnöknek természetesen Lakner Józsefet, és a társadalmi kapcsolatokért és ezeknek a kapcsolatoknak a felerősítésért felelős pedig Bakonyi István, akiről tudjuk, hogy nagyon jól ismert az országban, és nagyon sok vendéget hoz Székesfehérvárra, tehát kiváló kapcsolatokkal rendelkezik. No, hát akkor itt van, jön a nyár egyébként, tehát könyvnapok kellős közepén, utána könyvhét lesz, azt hiszem, hogy lesz dolgotok bőven. Hát van dolgunk, most tényleg befejezzük a fehérvári ünnepi könyvnapokat, ezen is mi igyekeztünk megfelelően és méltóképpen szerepelni és részt venni, és hát nyilvánvalóan az ünnepi könyvhétre is készülünk. Néhány tagunkat már meghívták az ünnepi könyvhét budapesti rendezvényeire. Itt nálunk egy nagyon-nagyon jónak, szépnek ígérkező találkozó lesz Serfőző Simon Kossuth Díjas nagyszerű írónkkal, költőnkkel, barátunkkal, és még Sajtos Lajosnak lesz vendége a Vörösmarty Társaságban, és aztán utána, miután a Bori Várban szerdán elbúcsúztattuk ezt a szezont, akkor egy nagy pihenés következik. Jó pihenést és erőgyűjtést kívánok, azt hiszem, hogy rátok fér, így van. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést látták, vendégem Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság újjáválasztott elnöke volt. Köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!